Egymásnak adják a kilincset több gyermekorvosi rendelőben a szülők. Hetek óta nagy üzemben zajlik a rendelés. A legtöbben felső léguti és emésztőrendszeri fertőzéses tünetekkel fordulnak orvoshoz. És Most különösen megugrott egy, egy hete, másfél hete a léguti betegek száma, és hát ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a lázas gyerekek hátterébe sokfajta szinte egymás mellett levő fertőzés bújhat meg. Kezdeném azzal, hogy elég sok hányós hasmenés gyerek van, amit nagyon nagy valószínűséggel kalicivírusok okoznak, ennek a diagnosztikája egyébként nehéz. És hát ugye ne felejtsük el, hogy, nem felejtett, hogy még nem múltak el a Covid problémák sem, azok is párhuzamosan. Ezelőtt egy hónappal az dominált elsősorban, most pedig a, a utóbbi héten már biztos, hogy az influenzás betegeknek a száma ugrott meg, ez az ügyeletben is, és a mi forgalmunkban is látszik, és hát nem nagyon muszáj megemlíteni egy RSV vírus fertőzést, ami egy sajátos nagyvírus, ami súlyos betegséget okoz, abból is van nehány. A diagnózist nehezíti, hogy sok esetben egyszerre több vírusfertőzés van jelen a gyermekek szervezetében. A vírusok azok, amelyek károsítják a a hátját, a léguti rendszert, és megnyitják az utat a mindenütt levő más kórokozók irányába. Tehát a vírusként indulhat egy fertőzés, de lehet, hogy három nap az már nem vírus, és ezért akkor kell kezelni. De a, a, a szülőknek a türelme is fontos hozzá mert a láz nem egyenlő antibiotikus kezeléssel. Hál' Istennek mostanában nagyon sok műszert kaptunk az államtól, de a, a, nek, sok kollégának, meg gondolom szinte mindenkinek korábban is voltak olyan műszerei, amivel egy-két egy perc alatt el lehet dönteni, hogy az vírusos eredetű, az a fertőzés vagy bakteriális. És az, ha kell egy betegség alatt, ezt többször meg lehet csinálni. Egyre több az influenzás gyerek, és továbbra is érkeznek skarlátos tünetekkel rendelkező gyermekek. Talán arra hívnám fel a szülők figyelmét, hogy nem kell pánikolni, mert azt hallom néha, hogyha ha egy óvodában van egy skarlát gyanús gyerek, akkor ez úgy jön le pár nap múlva, hogy a fél város óvodája skalátos. Tehát ugye itt azért annyira nagy tömegű betegség, beteg nincsen, de oda kell figyelni, ha kiütéses a gyermek, elesett, nagyon fáj a torka, azt meg kell mutatni az orvosnak, és ő tudja, hogy mivel kell kezelni, meg mennyi ideig kell kezelni. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a felső léguti és emésztőrendszeri fertőzéssel küzdő gyermekek esetében a kiszáradás veszélye is gyakrabban áll fenn, ezért erre fokozottabban kell ügyelni a szülőknek is.